Na, köszönöm a megkeresését. Tervezik visszafizetni ezt a 150 milliót? Sokkal jobb eredményt vártunk a 14-es választásban az akkori tapasztalatok alapján. Mi a kampányra elkerültük az összes pénzünket. Utalj, ha teheted. Yeah. Szevasz, nem törsz meg. Itt vagyunk az Izabella utca 30 előtt, ahol elméletileg a közös nevező 2018 nevű pártnak a székhelye van. De azt tudom miatt, mi egy közös képviselet vagyunk. Értem, de nem tudnak arról, hogy esetleg ide be van jelentve egy párt? Nem. Hogy tervezik visszafizetni a kölcsönt, illetve a kampánytámogatást? Igen. Hát most mondhatok valamit, hogy ezt nem önnel kell megbeszélnem szerintem. Önök például abszolút nem voltak olyan kíváncsiak még a választás megelőző időszakban, úgyhogy olyanokkal szoktam interjút adni arraknak és olyanokkal beszélgetek, akik korábban is kíváncsiak voltak rá, nem csak most rárepülnek itt a hétre. Ez mennyiben menti fel azt, hogy én nem kerestem meg? Nem, semmiből, olyan nem mentem magamat. Na, köszönöm a megkeresését. Tervezik visszafizetni ezt a 150 milliót? Hívás átirányítva. A közpárt a demokrácia jegyében született. A közpártot azért alapítottuk, hogy végre utat mutassunk a társadalomnak. 49 jelölt után önök kaptak ugye állami támogatást a kampányolásra. Most állok ugyan, most azt gondolja ön, hogy most ilyen esetben ez a legfontosabb kérdés, nem az a legfontosabb kérdés, hogy választási csalás történt? Hát, és emiatt például nekünk sincs meg az 1%-unk? Önök szerint azért nincs meg önöknek az 1%-uk, mert választási csalás történt. Így van. Mi a kampányra elkerültük az összes pénzünket. Jogolvasati lehetőséget nyújtunk be a bírósághoz, ugye a kampányköltsége kapcsolatosan. Ha azt is kimerítettük, akkor gyakorlatilag más lehetőségünk nem marad, mint hogy a fizetésünkből fogják majd ugye levonni ezt a kampánytámogatási költséget. Hát 50 és 65 ezer ember között te szavazatot kellett volna, hogy jöjjön ránk, mert el is kampányunk is volt, és gyakorlatilag azzal szemben, most pontosan nem is tudom mennyi már a végeredmény. 2721 fő. Akkor gyakorlatilag ezek mind elvesztek. Köszöntöm itt a stúdióban Nagy Tibort, aki a MIÉB országos elnöke, Tiszaeszlár polgármestere, és jelenleg, mint a kettes számú választókörzet országgyűlési képviselő jelöltje MIÉB színekben. Köszöntöm én is a tisztelt televízió nézőket. Én milyen, hogy egy polgármesteri hivatalt nem lehet fejni 11:30-kor. Összefogás előre! Sikerült beszélnem az elnök úrral, és az interjú kapcsán szíves türelmüket kérni, mert jövő héten lesz csak elérhető majd a hét vége fele. Megadtam neki ezt a telefonszámot, és azt mondta, hogy mindenképpen jelentkezni fog. Azt tudjuk vajon, hogy mikor fog jelentkezni? Arra mondott bármit? Konkrétumot nem, azt mondta, hogy jövő hét vége fele. És addig egy telefonos interjút se tudunk vele csinálni? Kérdeztem, azt mondta, hogy ő szeretné keresni önöket. Tehát sajnos nem adhatom ki a telefonszámot, hogyha nem hagyja jóvá, vagy nem kapok rá engedélyt. €300 millió kampánytámogatásra voltak jogosultak. Hogyan tervezik visszafizetni ezt az összeget? Már visszafizettük. És azt megkérdeztem, hogy miből? Nem használtuk fel. Hogy? Se munkáspárt nem milliárdosokból áll. Ugye mi ezt nem kockáztathattuk, úgyhogy az a pénz, ami ide átutaltak, ott a pincsvár által, azt vissza is utaltuk. Hát nagyon szerényen kampányoltunk, hát azért ez egy működő, létező szervezet, ennek vannak tagjai, vannak támogatói, abból a pénzből tudtunk. A Fidesz és az MSZP összeesküdött, és azt mondta, hogy ellehetetlenítek pártokat. És döntően a munkáspártot lehetetlenítették el. Az MSZP pontosan tudhatta, hogy
hogy a munkáspártnak erre a pénzre szüksége van. Sajnálatos módon a Fidesz elfogadta ezt a fajta kiegészítést, és a törvényt már így fogadták el. Ön volt a Családok Pártjának az elnöke korábban? Korábban igen, de már nem én vagyok. Bányai Ildikó most az elnök, valamilyen elérhetőséget ad, mert sajnos nem találunk sehol. Megmondom önnek őszintén, hogy azért nem tudom, mert nem is tudom, valamikor tavaly találkoztam vele egyszer életemben. És akkor egy olyan embernek adta át tulajdonképpen a pártját, akit nem ismert, csak egyszer találkozott vele? Igen, igazából ismertem, csak hogy mondjam önnek, közvetlen kapcsolatban nem voltam vele. Egy nagyon régi ismerőseim javasolták őt. Ezek az ismerősök, ők pártagok szintén, vagy hogy kapcsolódnak a pártagok? Másik pártagok, de van köztük pártag is egyébként. Aha. És melyik pártagok? Azt meg tudom. Már nem tudom. Sokkal jobban leszek, ha a stadionok helyett végre az egészségügybe és az oktatásba dől a pénz. Mindannyian jobban leszünk. Mi ezen a területen vagyunk szakértők, ezértünk, és mondjuk akár távolabbi cél a parlamentbe bekerülve, ezzel a néhány területtel foglalkoznánk. Nem akarunk foglalkozni a mezőgazdasággal vagy külpolitikával, de azzal meg foglalkozzanak olyanok, akik meg ahhoz értenek. Sokkal jobb eredményt vártunk a 14-es választás meg az akkori tapasztalatok alapján, tehát 1% fölé vártuk magunkat. Tudták használni ezt a kampány során, ezt az összeget? Maradt is a kampánypénzű valamennyi, tehát nyilván ez az első, amit visszautalunk. Aztán nyilván lesz egy folyamat, a hivatalok teszik a dolgokat. Az mi esetünkben 3 embert érint, közt engem, tehát ugye én vagyok az első számú vezetője a pártnak az elnöke, voltam 14-ben is, megmaradtam. 2014-ben volt a számvevőszéki vizsgálat nálunk, 3 héten keresztül az irodában zajlott, és hát több mesélték, hogy volt olyan párt, akit meg sem találta. Vállom ennek a következményeit. Köszönöm szépen, hogy megkeresett, csak annak örültem volna, hogy annak kéne is fölhívnak és megkérdezik, hogy mit gondolunk a világról, Magyarországról, mi a programunk, és akkor nagyon szívesen. De így köszönöm szépen. De ettől még nem fog... A rendpárt az élet és a biztonság pártján van. Önök elméletileg 32 jelöltet tudtak állítani, és így jogosultak lettek a 150 milliós kampány támogatásra. Elköltötték-e egyáltalán, és ha igen, akkor mire költötték? Kérem szépen, én csak a lista vezetője voltam ennek a pártnak, a szervezője nem. Értem. Nem tudok ebbe én önnek semmilyen tájékoztatást adni. Akkor azt meg tudja mondani, hogy ki az elnöke a Rend és Elszámoltatás pártnak? Nem vagyok felhatalmazva arra, hogy én bármilyen adatot kiadjam. De nem mondhatja el a Rend és Elszámoltatás párt elnökének nevét? Nem tudom, hogy ki az elnök. És akkor kivel volt ön összeköttetésben? A szervezőjével igen. És ki a szervezője? Nem hatalmazott fel ez az úr. Jól ismer, nevét tudom, mindent tudok, de nem hatalmazott fel arra, hogy én az adatait kiadjam. Elvileg ide van bejelentve a Rend és Elszámoltatás párt. Nem található meg itt a kaputelefonon. Jött a naptól, jött valamilyen levél. A postaledek környékén találtunk 2 darab levelet is a naptól, ami a Rend és Elszámoltatás pártnak érkezett. A Tóth Csaba név mond önnek valamit? Azt hiszem, hogy a gyűjtő ívet ez a név írta alá. Kapott azért bármennyi pénzt, hogy önt beszervezték? Mint említettem, én egy fillért föl nem vettem. Én egy bukolikus naíva vagyok. Tehát akkor könnyen lehet, hogy önt átverték? Hát nem tudom milyen szinten, de minden esetre az ön megjelenése egy kicsit fölidegesített. Ezen a világon nem sok minden érdekel. Kivéve az,
hogy ki gyilkolta, vagy gyilkoltatta meg a fiamat. Hát én például azt sem tudom, hogy bárki, tehát ez a valaki, akit említek, hogy megkeresett, hogy ez egy fillért is fölvett volna. Annyiba beszéltem, hogy ő hívott fel, hogy ha netánnál keresni bárki, akár ön is, akkor ne adjam ki, és nem adhatom ki. Úgy fogom, most nem tudok pontosan visszaadni, de ő valahogy úgy fogalmazott, hogy feleslegesen ne zaklassák. Értem, de hát azért én még most már ezek után úgy fogom fel, hogy valaki engem nagyon vihére vesz. De nem tud adni akkor egy telefonszámot nekem? Még egyszer, az illető felhatalmazása nélkül nem akarom.